A büntetőt Huszti Szabolcs vállalta és rúgta a győriek kapujába 1-0 Sopron javára. Hatalmas a gólöröm. Sebők jól érezte az irányt, hárítani azonban nem tudott. Egy ismételten könnyelmű lombard védelem 6-6-os segítsége mellett Huszti Szabolcs megszerzi élete első NB1-es akciógólját. A szép levétel után az ismét kiszolgáltatott helyzetben lévő Tóth megint nem védhetett. A kegyelem döfést pedig szintén Huszti adta meg a haladásnak, 5 perccel a vége előtt szépségdíjas találattal igazolta tehetségét, és tette tökéletessé az estét a soproniak számára, és felejthetetlenné a vendégeknek. A lombard haladás vezetősége 3 vesztes mérkőzés és 0-9-es gólarány után egész hétfőn arról tárgyal, hogy megváljon-e Bozsik Péter vezetőedzőtől. A 7. percben Balaskó lőtt kapura, a lövés levágódott, leghamarabb pedig Huszti Szabolcs eszmélt, lecsapott az ide-oda pattogó labdára, majd ballal a bal alsóba lőtte azt. Ez volt a fiatal támadó 4. gólja tavasszal. A soproniak vezető gólja a ballábas csatár szemfülességét dicséri. 2 perccel később aztán jött a hideg zuhany, de ezúttal nem égi áldás formájában. A Sopron ugyanis váratlanul megszerezte a vezetést, a válogatott Huszti Szabolcs talált a hálóba egy kipattanó lövés után. 1-0 Sopronnak, mondom ezt annak ellenére, hogy a helyi kijelzőn éppen a fordítottját láthattuk, hiába a gól még a technikusokat is meglepte. Hogy a rigó csípje meg, mondhatnák a vendégszurkolók, de utána már örülhetnek is, mert Csernyászki kapus megajándékozza őket egy góllal. Van köze hozzá Husztinak is, de az érdem azért főleg az idén amúgy remekül védő Csernyászki. Számítottam rá, hogy ő ki fogja esetleg passzolni a jobbeknek. Aztán, ha mondjuk lövőcsek csinál, biztos, hogy elszállok rá, tehát a csel csinál, akkor biztos, hogy megoldja a feladatát, de szerencsére a passz választotta és lelestem, úgyhogy utána úgy érzem, nem volt nehéz dolgom. Na, ez tényleg, hát a vak is látja, hogy lassúak, nincsenek összerendezve. Hát itt látom itt a bal oldalát, a bindert és a pusztai olévét, tehát egyszerűen fizikailag valami elképesztő, gyenge állapotban vannak, hát úgy futják le őket, ahogy akarják. Hát ez azért... Itt egy újabb helyzet, és ott van Huszti második lehetőség, ez pedig már berúgja, 4-0 a Ferencváros javára. 4-0. Na most már sajnálhatják azok a ferencvárosi szurkolók, akik otthon maradtak, mert ilyen kezdésre szerintem még a legmerészebb, vagy a legvadabb fradisták sem számítottak. Szegény győri közönség, én bevallom őszintén, sajnálom őket, nem volt les. Ez jól látható, és Huszti a második zicserét bevarta, Stevanovic pedig tehetetlen, abszolút tehetetlen. Megint Stevanovic csak készült még egy interjú a szezon előtt, azt mondta, hogy jól érzem magam Győrben, jó csapatba kerültem, a társak befogadtak, sokat segítenek. Nemzetközi kupás helyezés a cél. Hát szerintem nem ilyen kezdésre számított. Egyszerűen érthetetlen, és hát azért ne nézzenek már mindenkit hülyének. Ha volt is, akkor oda a sűrűben, a bolyban valakinek a kezére eshetett a labda, de olyan nagy labda felé irányuló mozdulatot én bevallom, nem láttam. De hát, igen, de igen. De végül is igen. Sajnos. Valóban volt egy olyan, és egy kicsit hozzáért a Békés Csabai játékos, így is van. A grúz, azt hiszem. Szarka kiszúrta magának, jól látta, és megadta a 11-est, a Fradi pedig eldöntheti a mérkőzést. Szűcs még mindig fűzné László Csabát, hogy hagyj menjen büntetőt rúgni, de Huszti fogja elvégezni a 11-est. Nagyon jól rúgja a kis Huszti. Hát több jó 11-es rúgó is van egyébként a Ferencvárosban. Elnek hiabáljam. Majd meglátjuk, hogy most Huszti betalál, ugye volt a sérülés előtt, ő volt a biztos 11-es rugója a Fradinak. Hát ez elég aztán zavaró. Rosa és Szűcs vette át egyébként Huszti szerepét. Szarka pedig most megmutatja Husztinak, hogy hol van a 11-es pont, és hova kéne letenni a labdát. És közelről vizsgálja, már csak nagyító kellene lassan oda. És ilyenkor mindig probléma szokott lenni, nem akarom elkiabálni. Na majd meglátjuk, hogy lesz-e probléma. Huszti eldöntheti a meccset, és megfogja a kapus, a kipattanót belőtte Huszti. Simonics megfogta a kipattanóra, nem figyeltek a Békés Csabaiak.
És 2-0-ra vezet a Ferencváros. Mészöly Kálmánnak pedig igaza lett, mert Huszti tulajdonképpen kihagyta a 11-est. Hát nem Simuricson múlott, aki most bosszankodik. Huszti végül is tehát gólt lő. Szűcs Lajos pedig bejelentkezett a harmadik gól előtti, hogy esetleg lesz harmadik gól 11-esből, azt ő szeretné rúgni, ezt most mondta László Csabának. Ez egy fura dolog egyébként, bevallom őszintén. Még Szatmári Jánossal, a Fotex kézilabda kapusával, vagy egykor ugyan a Veszprém kézilabda kapusával beszélgettem egyszer. Veszprémben volt ez nagy szokás annak idején, hogyha sok góllal vezetett a csapat, akkor mindig kérték a kapus, Lubomir Schmeilen volt ennek a nagymester, hogy hagyd lőjön hetest. A szünet után azonban többet kaptak fiataljaitól, mint eddig tőlük. Wagner! Tőzsér! Újabb beadás, üres ember, gól! Egyenlít a Ferencváros, Huszti! Nem csak attól függ, hogy ki milyen magas, hiszen szinte megtalálta a labda, és szépen csapódott, amit a Tőzsér Dánielbe adott, úgyhogy nem volt már nehéz dolgom, az ő érdeme is, hogy gólt szereztem.